Sziasztok, én Huberix vagyok, és elérkezett a következő minigame a csatornán. Ugye eredeti Minecrafton a Hivem cím fogunk játszani. A szerver, tehát maga a minigame neve, ugye Heroes, Hunger Games az alapja, tehát ki kell nyitni ezeket a ládákat, cuccot kell szerezni, csak annyival megfűszerezve, hogy ugye majd ilyen egyves egy arénákba fogunk teleportálódni, tehát ilyenkor gyorsan ki kell venni az összes cuccot, amit úgy találunk, és amikor ez megvan, akkor futni tovább a ládákért, és minél több cuccot megszerezni, mielőtt még elteleportálódnánk az egyves egy arénába. Tehát gyorsan kutakodunk a ládák után, ahogy látom már van egy ilyen kis szettünk, tehát eddig nem olyan gáz, bár ennél erősebb szettet is találhattunk volna, de sem olyan rossz. Továbbá menjünk tovább, mert kellene valami jó kis kard, tehát ez a kard, ez eléggé soványka, tehát fakarddal nem igazán lehet egyes egyezni, gomba, hát az nem olyan jó. Még keresgéljünk, még hát, ha itt valahol bent lesz láda. Egyébként a Mesterem C-n is van ez a map, tehát valamennyire már kiismertem ezt a pályát, hiszen a Mesterem C betesz olyan pályákat, amik nem egyediek, hanem mondjuk más szervertől, vagy szerver közösségtől veszik el. Rendben, most már van íjunk, tehát ezt ide hozzuk, és akkor majd tudunk íjászni. Gyorsan felmegyek, csak leestem, mert itt van valami kis sötétség. Hát nem tudom, hogy itt van-e láda. Valószínűleg lennie kéne, hogyha már ilyen jó kis helyet kerítettek neki. Vagy ilyen jól néz ki ez a map. Hát éppen nem találok most itt ládát fenn. Akkor szerintem lemegyünk, és akkor ott kutatunk a ládák után. Most nem sebződök, amikor leesek, az a jó. Ezt már kibontottuk, vagy még nem? Még nem. Jó, hát 4 sebzés, 4. Most mindegy akkor, hogy arany vagy fa, ugyanannyit sebez. Menjünk akkor ki, és keresgéljünk tovább a ládák után. Hoppa, itt egy játékos, még neki is jobban megy. Szerintem a játék, arra nézzünk el. Arra szerintem nem voltunk, remélem nem jövök rossz irányba. Viszont ott, mintha láttam volna a ládát. Bár nem biztos, úgyis ott egy játékos. Tehát az már valószínűleg fossza a ládákat. Aha, itt egy láda. Ebből volt csizma, meg egy kis kaja, hát jó. Hoppá, mert ezeket meg lehet ölni, és akkor kapunk belőle kaját. Aha, ahogy látom, kapunk belőle gyapjút kaját. Tehát megéri megölni, igen. Tehát majd egyves egy arénában tudunk harcolni. A Hunger Games-től annyiban különbözik, hogy itt még nincsen harc. Ott írja ki egyébként a rekezek felett, hogy mikor teleportálódunk el az egyes egy arénába, ahol majd egyes egyezni fogunk a játékosokkal. Azt mondja, melyik visz többet, ugyanannyi mind a kettő ilyen kistérden, egyébként a lánc az valamivel jobb. Oké, és hát itt nem jártam olyan nagy sikerrel, tehát így ládákat nem olyan sokat találtunk, még körülbelül vagy 6 ládát, vagy 7-et fosztottunk ide, abban is nem voltak olyan jó cuccok, tehát láthatjátok, hogy éppen sikerült egy teljes szettet szerezni, és már megyünk is az egyes egy arénába, remélem valami gyengével dob össze. Hát, nem az a gyenge játékos, tehát lehet látni rajta, hogy van vaskardja, hát nem lesz könnyű. 8 másodperc és kezdődik, egyébként mivel volt botom, már csak crafting table kellett volna, és ja. Hoppá. Úristen, ez a játékos milyen erős. Úristen, ez nagyon jól PvP-zik. Háj, de erős. Jaj. Picit kimelegettem ebben a PvP-ben, mert ez nagyon durva volt. A játékos nagyon jól tolta. Viszont annyi pozitív van, hogy szereztünk tőle egy kardot, tehát egy kőkardot szereztünk, ami azért erősebb a másiknál. Húha. Ismét itt vagyunk egy másik játékossal összezárva, nem lesz könnyű, mert milyen kardja van, vagy kőkardja van, vagy nem. Szövizni akar? Hát itt nem szabad szövizni, itt nem az a lényeg. Viszont valahova ide teszem ezt, és akkor ja. Húhú. Ennyi volt az égetés. Nem tudok többet égetni. Jó, egyet belesebeztem, ennyi.
Mármint íjról van szó, az íjjal se veszem bele egyet. Húha. Gyere, gyere. Ha, nem üt belém. Vagy, ja, de most már üt. Most már soroz a játékos. Azt hittem már, hogy meghalok. Na nézzük, nézzük, mik voltak nálam. Na így dobáljuk a cuccokat. Azt mondja, crafting table, itt le lehet rakni. Aha, és akkor tudok. Ó, ne, leraktam a crafting table-t. Na mindegy, itt egy újabb egyves egy, ez egy kőkard. Melyik a több? A lánc, az jó lesz, nekem marad a lánc. És akkor ahogy látom, egy másik játékos is itt áll velünk szembe. Hú, na nézzük akkor, hogy fogunk járni, hogy sikeresek leszünk-e, vagy hogy meg fog minket ölni a játékos, ezt majd még mindjárt meglátjuk. PvP-zünk vele egy jót, remélem lesz nyilvesszője. Hú, láttátok, láttátok, nagyon jól tolja a gyerek. Már levitte a felső HP sorodomat. Nem tudom, lehet, hogy én már az alsót is levittem neki. Ó, aszta, de erős volt. Na, mik voltak itt? Azt mondja így. Hagy tegyem már le. Ja jó, így jó lesz, így jó lesz, és akkor így, megvan a vaskard, megvan, yes, életcél teljesítve, megvan a vaskard, hál' Istennek, és bejutottunk a top 2-be, most fog eldőlni, hogy ki fog nyerni, az legutolsó harcot fogjuk vívni a játékossal, igen, itt lehet kraftolni, viszont most nem kraftolunk, hanem mehet a harca játékossal. Hú, jó, robbant, okés, hál' Istennek. Nem sokat éreztünk a robbantásából. Hoppá, hoppá, ahogy látom, így a PvP-jel nem az a legjobb, mert eddig nem ütött belénk. Hoppá, már megvan az első ütése belénk, tehát az már úgy sikeres volt számára. Azt mondja, ha futunk utána, talán meg lesz, és még akár meg is nyerhetjük az arénát. Hero Huberix is the Valiant Champion Day again, plusz egy Enchanted Crystal. Yes, megnyertük az arénát, és akkor szerintem ez a videó ennyi lett volna. Ha szeretnétek még erről a Heroes Midgame-ről látni videókat a csatornámon, akkor ha én csatok egy pacsit, elkapom, és akkor visszaadom nektek a sugárzó energiát. Én Huberix voltam, ha tetszett a videó, azt jelezd egy lájkkal. Sziasztok!